A nagy közösségi emlékezések elmaradnak Baranya megyében a járvány miatt, mondta megyei önkormányzat elnöke március 15-én. Idén szimbolikus az ünnep ezért, de emlékeznünk kell a hősökre, Őri László szerint, aki a pécsi Kossuth téren helyezte el a megyei önkormányzat koszorúját. Nekünk most a járvány korlátozza a szabadságunkat, mondta a politikus. Egy egészen sajátos helyzetben vagyunk, hiszen most nem valamilyen hatalmi önkény vagy birodalmi politika korlátozza a szabadságunkat, hanem az elmúlt egy évszázadban nem látott járvány, egy világjárvány, egy pandémia, amely most elszakított bennünket a családtagjainktól, elszakított bennünket azoktól a rendezvényektől, amelyek hagyományosan hozzátartoznak az életünkhöz. Úgyhogy én abban bízom az idei évben, hogy a következő nemzeti ünnepünket, az államalapítás ünnepét, augusztus 20-át már nem csak így szimbolikusan tudjuk önmagunkban fejet hajtva megünnepelni, megemlékezni arról, hanem nagyobb közösségben egy város, egy megye közösségét is összehívva fogunk tudni együtt lenni. Én bízom benne, hogy augusztusban már ez lehetőség lesz. Idén a szívünkben és a lelkünkben gondolunk a 48-49-es hősökre, valamint azokra, akik a magyar szabadságért küzdöttek történelmünk során, mondta a politikus.